Szervusztok! Ismét visszatérnék a rizs témához, mert így a videóimból úgy látom, hogy itt mindenki is ért hozzá, és mindenki máshogy csinálja, és van, akibe indulatokat keltett, hogy mossuk, ne mossuk. Most megmutatom neked nektek a batyányi rizsnek a készítését, ami az egyik legfinomabb ilyen párolt rizs köret, most azokat leszámítom, amit ilyen zöldséggel így ugyanúgy átvariál az ember. Valamiért én méltatlanul elfelejtette a szakma is, meg az emberek szerintem nem is ismerik. Itt igazán annyi a fő különbség, hogy ezt aranypárnára kell pirítani a rizst. Én ezt most megmostam, jól lecsöpögtettem, és egy nagyon kevés zsiradékot, de az tényleg annyi, hogy ennyi. Tehát, hogy épp már lehessen pirítani, de alá is gyújtok. Meg az edénynek így az aljába, hogy így szétmenjen. De tényleg talán még egy evőkanál se volt. Tehát annyi, a legkevesebb mennyiség, amin még meg lehet pirítani. Ennek az az oka, hogy amikor elkezdjük párolni, akkor fogunk beletenni még vajat is. Ugyanis hát a vaj ugye az nagyon jó plusz ízt ad neki, viszont hogy vajon szeretném ezt lepirítani aranybarnára, akkor valószínűleg nem sikerülne, mert megégne a vaj. Tehát ez azért gáz, ez 25 deka rizs, és 25 deka rizshez teszek egy teáskanál sót, majd fogok beletenni vöröshagymát, és amit a batyányi rizsből még kell tenni, az a petrezselyem. Fogunk beletenni petrezselyemet is, azt ki hogy szereti, én vágva szoktam beletenni, mert szeretem megenni, de aki csak az ízét akarja, az egy csokor petrezselyemet, amit így a zöldségesnél meg lehet tenni, tegyen majd bele. A lényeg, hogy ezt most elkezdem pirítani, és szép aranybarnára megpirítom. Még annyi, hogy amikor már elkezd majd pirulni, akkor álljatok itt végig mellette, és egyfolytában kavarjátok, mert nagyon könnyen le tud már olyankor égni, jó? Tehát ez némi plusz figyelmet igényel. Na nézzétek meg, remélem látszik, hogy már kezd ilyen szép kis aranysárga lenni, de mondom, ilyenkor nagyon kell figyelni, hogy nehogy leégen, tehát folyamatosan kevergetve kell sütni, persze lehet patamállal is. És még egy, hogy hasonlóan, mint a sült császárhúshoz, amit tüzön csináltok, az egyik, hogy ez csapból engedett meleg vízzel fogom ugye a 25 dekát fél literrel felönteni, mert ez annyira forró, hogy amikor fölöntöd, akkor egyből elkezdhet annyira forró vízzel öntenéd fel, elkezdett annyira zubogni, hogy megégethetne, meg rátfröskölhetne, de még így is úgy öntsétek bele, hogy így beleöntitek, egyből fedő, és hogyha látjátok, hogy nem zubog, akkor kell majd levenni, és akkor beledobjuk a többi dolgot, ami még kell, de én ezt nagyjából szerintem nem is pirítom tovább, nézzetek meg, ilyen szép aranysárga lett a rizs, és ez nagyon-nagyon jó ízt ad neki. És akkor most jön a víz. Így. Tehát látjátok, így nem kezdett el úgy zubogni, mint hogyha forró vizet öntöttem volna rá. De azért annyira nem fog ráállni. Mehet bele egy pici hagyma, nézzetek, én most visszaveszem már pötyök is közötte, tehát azért annyira nem hűti le. Mehet a 2 deka vaj bele. Egy pici őrölt bors. Nem kell sok, csak épp, hogy egy picit megízesítjük vele, és hát ha van kis petrezselyem az, ha nincs a mirelit, akkor csak mondjuk akkor azt nem tudjátok, ha akarjátok se, csak így vágottan beletenni. Én ebbe egy, egy szép nagy kanál vágott petrezselyem mondjuk, így az körülbelül egyébként egy ilyen köteg, amit így a zöldségesnél meg lehet venni. Most ezt hagyom, hogy fölforjon, és amikor fölfor, még egyszer megkavarom, hogy az aljára nehogy letapadjon, és takarékon, a legkisebb lángon fogom pötyögtetve főzni, vagy beteszitek 110 fokos sütőbe ugye ezt a mennyiséget egy 20 perc, 25
percre, az alatt szerintem felszívja a vizet. Na, el is kezdett forni, nem is vártam még egy percet se. Leveszem a létező legkisebb lángra, még egyet belekeverek, hogy nehogy valahol legyen esetleg ilyen letapadt rész, de nem volt, mert szépen följött, lekapartam a széléről a rizseket, és ez most megint addig, mint a sima rizsnél, amíg látom, hogy el nem tűnik a felületéről a víz, tehát be nem szivárog, addig hagyom, akkor lezárom, és akkor jön a pihentetős rész. Na, nézzétek meg, csak hát párás, de a lényeg, hogy eltűnt, hát csak, hogy eltűnt róla a víz, ilyenkor szépen lezárom, és most hagyom egy 20 percet pihenni ezt is. Jó? Ja, és ha nem mondtam volna, ezt bézs, tehát a legolcsóbb rizsből csináltam, csak kíváncsi leszek, hogy így milyen lesz. Belőle direkt vettem egy ilyen olcsó rizst is. Na, eltelt a 20 perc. Nézzétek meg mindig, hogy gőzölög, ilyenkor kiszedem belőle a rizst, és egy villával csak így alulról fölfele szépen így átforgatom. Ennyi. Nézzétek, mert még a végén pergős is lesz. És most még hagyom most így a gőz, hogy átforgattam, még így ki szabadul belőle, még hagyom egy 5 percet pihenni. Na, még mindig van egy pici gőz benne, eltelt még 5 perc, és nézzétek meg, még pergős is lett. Tehát még a végén rászokok a bézs rizsre, annyi, hogyha megnézitek közelről, hogy ez azért ilyen apró törmelékesebb, tehát nem ilyen szép, tehát ugye ilyen a rendes rizs, és akkor ebbe meg sok ilyen törött, remélem látszik, rizszám van. Tehát ugye ez a fő különbség az als meg a bézs rizs között, de nézzétek meg, ide kiszórom, és megy szét. Tehát tök jó pergős rizs lett. Itt az előző videóban a rizsnél, amit mostam és úgy csináltam, én ugye nem szoktam alapból általában, ott az alsisből nem tudtam ilyen is főzni, és azt is, ha megnézitek, nem nagyon látszik a videón, hogy nem túl sötét. Tehát annak ellenére, hogy megpirítottuk, viszont nagyon kellemes, ilyen vajas, petrezselymes illata, ott nézzétek meg, egy ilyen, tehát, na hát már megint néha így elájulok magamtól. Ez tök jó pergős lett. Na, hát ennyi, Batthyány rizs. Figyeljetek, még azt is kipróbálom, hogy most direkt tettem egy tálkát, mert még meg is lehet formázni, akkor, és úgy marad, és utána szétmegy, akkor azt mondom, hogy picit ilyenkor így meg kell nyomni, így lehúzzátok szépen. Ráteszitek, most csak egy kis tányér van itt, hoppá, nézzétek meg. Gyönyörű szépen megáll, ilyenkor még ha akarjátok, meg lehet egy kis petrezselyembe szólni, de látjátok, nem lett sok bele az a petrezselyem, amit beletettem. De a lényeg, hogy ezt is bátran próbáljátok ki, egy nagyon finom, nagyon jó ízű rizs. Én nagyon szeretem, ritkán csinálom, mert mindig lusta vagyok ennyit pirítgatni. A pirításnál nagyon figyeljetek oda, és ne tűzforró vízzel öntsétek fel. A receptet teszem majd fel izébe. Ennyi, így néz ki a batthyányi rizs, párolt rizs. Jó? Na, jó főzést, jót vágyat hozzá, jó főzést, könnyű kajákat. Sziasztok!